Köszöntöm a nézőket! A mai szubjektív témája a gyermekkori védőoltások, illetve ezeknek hatásai, de szó lesz a szamárköhögésről és az influenzáról is. A vendégem a témában pedig dr. Győri Ilona, gyermekorvos. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát kezdjük is akkor az elején, hogy mik is ezek a védőoltások, amit már csecsemőkorban ugye elkapjuk, az első védőoltások, mi ellen kapjuk el? A védőoltások olyan készítmények, amiket különben immunológiai készítményeknek is hívnak. Tulajdonképpen az a szerepük, hogy fölkészítse, hogy serkentse a szervezetünket, megtanítsa az immunrendszerünket, hogy korán elkezdjen védekezni bizonyos betegségek ellen. És hogy ezt hogy tudjuk elérni? Hát úgy, hogy a védőoltásokban nagyon-nagyon legyengített vagy elhalt részecskéi vannak a kórokozóknak, azt tartalmazzák. Ezek a részecskék annyira picik, hogy egy betegséget, amikor megkapjuk az oltást, egy betegséget nem tudnak előidézni, de viszont elegendőek ahhoz, hogy beindítják az immunrendszerünket, az immunsejteket, hogy fölismerjék ezeket az antigéneket, ezeket a kórokozó részeit, hogy felismerjék, hogy memorizálják azért, hogy legközelebb, amikor egy komoly teljes vírussal jövünk kapcsolatba, egy életerős vírussal, a mi szervezetünk már föl legyen készülve, és mindjárt megvan a katonaság, amelyik az ellenség ellen hat. Nem akkor kell majd lassan összeszedegetni egy hét alatt az immunrendszerünket, hanem már készen állunk arra, hogy az egészséges, erős kórokozókat el tudjuk pusztítani. Pontosan mely betegségek ellen vehetünk fel védőoltást? Már a szülészeten az újszülöttek kettő oltást kapnak, az egyik a BCG ellen, az a tüdővész vagy TBC elleni oltás, amit ugye fölvállba kaptak, amit most már nem ismétlünk. Régebben többször kaptak ilyen oltást a gyerekek, hát most odáig jutottunk, hogy a TBC nem egy igazán olyan betegség, amelyik hát népbetegség kellene, hogy legyen. A másik, amit kapnak még a szülészeten, az az EUVAX nevezetű, EUVAX B, a hepatitis B, a sárgaság, a májgyulladásos sárgaság B vírus okozta betegsége ellen. Amikor a babákat 4-5 naposan hazaérnek a kórházból, jelentkeznek a gyermekorvosnál, az egészségházakban, és majd egy hónapot, amikor betöltötte az egy hónapját a baba, akkor kapja a következő oltást, már igazából nálunk az elsőt. A következő megint csak ez a hepatitis B elleni oltás, majd utána, hát körülbelül olyan havonta 4-5 hetente kapják újra. Itt vannak ezek az úgynevezett pentaximok, amit amikor betöltötte a két hónapját, már lehet adni a csecsemőnek. Ezek 5 fajta vírus részecskéket tartalmaznak, és 5 fajta betegség ellen fejtik ki ezt az immun tevékenységüket. Ide tartozik ugye a diftéria, vagy a torokgyík, a tetanusz, vagy a merev görcsnek hívják másképp, a pertussis, vagy a szamárköhögés, a gyermekbén, a járványos gyermekbénulás, ami járványszerűen jelentkezik, és egy hemofilus B elleni kórokozó ellen is van, amely középfőgyulladásokat, tüdőgyulladásokat és agyhártyagyulladásokat tud előidézni. Ezt az oltást szoktuk 3-szor megismételni, megvan pontosan, hogy milyen, mit kell 4 hetente, mit kell később. És 2018-tól született gyerekeknek most már a pneumokók ellen is adjuk most már kötelező lett azt az oltást adni. Az azt jelenti, hogy a pneumokók egy olyan baktérium, amelyik nem csak tüdőgyulladásokat, és nem csak ilyen felső légúti gyulladásokat, hanem nagyon komoly agyvelő és agyhártya gyulladásokat tud okozni. Ez miatt kell, szóval megvédjük ezeket a komoly szövődményeket, amik jelentkezhetnek.
6 hónaposan van újra egy vakcina, hát úgyhogy körülbelül minden hónapban itt vannak. Az hány éves korig tartanak? Az első év életévében 6-7-szer itt van az a baba, de ez jó is, mert így tudjuk kísérni, hogy mindig megmérjük a súlyát, megmérjük a hosszát, a fejbőségét, meglátjuk, hogy hogy fejlődik az a baba. Neurológiailag csinál-e, amit kell, mosolyog-e ránk, mikor jön ki a foga, forog-e, megfordul-e, mikor ül föl, és egy éves korában körülbelül elkezdenek járni. Szóval egy neurológiai fejlődésen keresztül, vagy vizsgálaton keresztül mi látjuk a gyereknek a fejlődését. És be tudunk avatkozni abban az esetben, amint észrevesszük, hogy valahol késik ezek a fázisok, amin a babáknak át kell esni, hogy amikor valahol késik, hát akkor nekünk reagálni kell, hogy kivizsgáljuk, vagy menjünk tovább, vagy mit csináljunk. Egy éves korában kapja meg az úgynevezett MMR vakcinát, ez pedig morbilli, mumps és rubeola, az kanyarót jelent, fültőmirigy-gyulladást és rózsahimlőt. És másfél éves kora körül akkor kapja meg a pentaximnak a revakcinációját, az azt jelenti, hogy egy emlékeztető oltást, meg akkor kapja meg a pneumokók ellenit, a Prevenárnak az emlékeztető oltását. És így most a mi törvényünk szerint igazából mi majd csak iskolába indulás előtt, abban a hetedik élet évében adjuk tulajdonképpen a következő oltást, a következő oltás pedig valamilyen kombinációja ezeknek az oltásoknak, amit már kapott. Ezek változnak. Az, ami megmarad egészen 7. osztályig, 8. osztályig, az a diftéria és a tetanusz. Azt mindig beadjuk. Az MMR-t megismételjük iskolába indulás előtt, az még ugye 6-7 éves korban jön, majd 7-ben, 8-ban van igazából az utolsó, amit mi adunk. A pentaximnál említettem a pertussiszt. A pertussisz az az a szamátköhögés, amiről most újra elkezdtünk beszélni. Valamikor ennyi oltás mellett a pertussisz oltást megismételtük 4-5 éves korban. Ez volt egy ilyen időszak, amikor még plusz be kellett adni. Igazából a vakcina, vagyis a védőoltások fajtájától függ, hogy mennyire fogjuk ismételni újra. Betegség megjelenésétől függ, hogy újra kell-e esetleg. A lakosság átoltottságáról azt mondjuk, hogy egy populáció át van-e oltva, hogy ellenálló-e mindenki. Nem minden oltás ad egy életre szóló immunitást. Mind ahogy minden fertőző betegség sem ad egy életre szóló immunitást. És a szamárköhögést, ha már említettük, ugye ismét megjelent Szerbiában, egyre több esetnél kezdték el regisztrálni ezt a betegséget, ugye kaptunk ellene védőoltást mi is csecsemőkorban, a mostani gyerekek is kapják, hát hogy jöhet elő, akkor mégis terjedhet ez a betegség ilyenkor, mi a teendő a védőoltások terén? Hát, hogy mi a teendő az, hogy tényleg fölmérni, hogy mennyire van elterjedve, milyen súlyos formában jelentkezik ez a betegség, és hogy mennyire vannak oltva azok a személyek, akiknél ez újra jelentkezik, vagy akiknél ez új betegséget jelent. Ehhez meg kell érteni, hogy mit jelent ez az átoltottság. Hogyha egy bizonyos betegség ellen elég sok szemétbe, egy bizonyos százalékon fölül beoltjuk egy régióba, egy országba mondjuk, beoltunk 70%-ot, vagy 80%-ot, vagy 95%-ot, akkor ott kialakul egy ilyen populációs átoltottságnak hívjuk. Nem tudom, biztos a Covid alatt, hogyha nézték a tévét, hallották a kifejezést, hogy a nyáj immunitás. Az azt jelenti, hogy egyszerűen itt van köztünk az a kórokozó, a vírus vagy a baktérium, de nem tud betegséget okozni, mert bárkihöz kapcsolódna az a vírus, ő neki már van ellenálló képessége, nem engedi, hogy kifejlődjön. Hogyha így nagy mértékben beoltjuk a lakosságot,
akkor azok is, akik még nem lehettek oltva, mint az újszülők, mint a csecsemők, akik nagyon picik, ugye, akik még nem kaphatnak védőoltást, is védve vannak. Akkor ők nem. Kiknél szokott a fertőző betegség legnehezebb lenni? Minél picibb a gyerek, és minél idősebb a személy. Hát ugye, amikor azt mondjuk, hogy talán nem kellene oltani, mert nincs is. Hát van. Van, itt vannak a kórokozók köztünk, csak nem engedjük, hogy föllángoljon azért, mert a szervezetünk már föl van készítve, és egy ország szervezete föl kell, hogy legyen készítve. Az utóbbi időkben, években elég sok szó esik arról, hogy szülők nem akarják, hogy a gyerekek fölvegyék a védőoltást, egyiket, másikat, mindegyiket, szóval mindenféle. De viszont mese. Ezek kötelező védőoltások, ugyebár? Igen, kötelező. Ilyenkor mi történik, hogyha egy szülő azt mondja, hogy már pedig hát ő igazából nem szeretné beadatni? Mondjuk épp kanizsai községben nem olyan sok van. Mindenhol akad néhány, de igazából nem hiszem, hogy ez nálunk nem egy olyan jelenség ez, amitől most problémát kellene csinálni. Hát mindenképpen türelmesen próbáljuk megmagyarázni a szülőnek. Mindig is elsőbb a gyerekorvos az, akivel le kell ülni és elmesélni. Miért fél, hol olvasta, mit olvasott, mesélj el. És hogy ezeket a félelmét valahogy föloldjuk, hogy elmeséljük neki, hogy ha beoltjuk, nem lesz neki, vagy jelentkezhet egy kis ilyen-olyan mellékhatása, vagy pedig, ha nem oltjuk be, mit vár. Nem igazán gondolnak bele a szülők. Az az igazság, hogy ezek a sok háló, mindenféle internetek, még nem is tudom, milyen netek. Mindennek utána lehet nézni, ugye, igen, orvos nélkül. Igen. Csak nem tudják, aki laikus, aki nem szakember, nem tudja fölmérni, hogy az most igazán szakmailag állja-e, hát vagy csak valaki valamit mesél róla. Ezért kell először a gyerekorvosa, amikor már türelmesen 50-ször elmeséltük, és nem, akkor se akarját, akkor mondjuk jó, akkor írattunk alá vele egy ilyen, hát egy előkészített, amit a jogászok készítenek elő, egy ilyen jelentést, amiben ő azt mondja, hogy ellene van ennek, meg annak a vakcinának, is nem engedi. Na most akkor ez, amikor megvan, akkor kell nekünk átadni a szanitáris inspektornak, vagyis a mi jogi szolgálatunk aztán átadja a szanitáris inspektornak, és tovább ők veszik át. Hát papír szerint büntetés jár ezeknek a szülőknek, de hogy meg lett-e valaki büntetve, én nem. Hát és ha visszatérünk azokra a gyerekekre, akik megkapják a védőoltást, akkor milyen reakciókat válthat ki a szervezetükben az oltóanyag? Mire kell figyelni, és mi az, amitől mondjuk még ne ijedjenek meg akár az első gyermekes szülők, hogy igen, valamilyen reakciót kivált? Föl is hívjuk a figyelmüket a szülőknek, már mindjárt itt, amikor beadjuk a védőoltást. Meg is kérdezik a szülők, hogy mit várhatok láz. Hát leggyakrabban egy délután, egy éjszaka, egy naptartó láz, egy kis nyűgösség, egy kis nem úgy fogadja el az ennivalót, mint azelőtt, nem úgy szopik a baba, vagy nem úgy fogadja el a tápszert, nyűgösebb, sírósabb. Ott azon a helyen, ahova beadtuk az oltást, ott jelentkezhet egy kis bőrpír, jelentkezhet egy kis duzzanat, csomó jelentkezhet. Hát ezek most olyan dolgok, hogy ezek mind spontán elmúlnak, nem kell semmilyen reakció, ez miatt nem kell jönni. Legfeljebb fölhívják a védőnőnket, vele még beszélik, vagy fölhívnak minket, és akkor telefonon. Hogyha a láz eltart 2-3 napig, hogyha maga baba nagyon nyűgös, nagyon síros, hogyha nagyon bepirosodna, hát fönt már csak egy éves kortól adjuk, a combokba adjuk most egy éves korig a vakcinákat, ha az egész combja tiszta vörös, akkor már mondjuk, hogy jó, jöjjön el, meglátjuk. Igazából ettől komolyabb mellékhatások nagyon-nagyon ritkán történnek, szinte elvétve 40 éve vakcinálok már, és nem igazán láttam olyat, amitől meg kellett volna ijedni. Van esetleg példa arra, hogy valamelyik gyermek egészségügyi okokból nem kaphatja meg a védőoltást? Megvan. Ezek mi miatt nem kaphatják? Igen, megvan. Minden védőoltásnak le van írva pontosan. Le van írva, hogy mikor kaphatja meg, és mikor nem kaphatja meg. Megvannak azok az egészségügyi állapotok, amik kontraindikálják
ezeket a védőoltásokat, de mondjuk az, ami minden védőoltásra vonatkozik, az az, hogy egy akut fertőző betegségben ne legyen benne a gyerek. Ezért kell minden oltás előtt megvizsgálni a gyereket. Akkor szoktuk kérdezni, ugye, hogy van-e láza, folyik az orra, köhöge, hányás, hasmenés, ugye? Na, hogyha ez nincs semmi, meg jól van a gyerek, akkor beadhatjuk. Meg szoktuk kérdezni azt is, hogy a családban ki a beteg? Van-e beteg? Van-e esetleg ott valamilyen fertőzős nagyobb gyerek jár az óvodába, iskolába, már szültyög, már köhög? Most volt himlő, kijött a himlő rajta. Hát emezen nem jött ki, de várható. Szóval amikor már várjuk azt, hogy valamilyen vírus ott van, és már kering a gyerekbe, de egy-két nap is kijön rajta, akkor egy kicsit elodázzuk, azt mondjuk, hogy jól van, hát várjunk egy hetet, és akkor egy hét múlva. Megvannak azok a krónikus betegségek, ide bizonyos idegmegbetegedések tartoznak, amelyikek egyszerűen hát nem engedélyezik, hogy ezeket ilyen progresszív neurológiai betegségeknek hívjuk, nem engedik meg, amit tart a betegség, hogy beadjuk. Nagyon-nagyon ritka az, amikor igazán le kell mondani egy oltásról. Nagyon ritka az. A védőoltások mikor kezdik el kifejteni hatásukat? Mennyi idő ez? Ugye megkapja a védőoltást, az injekciót a gyermek, akkor mennyi idő az, amikor rá kezd hatni? Igen, hát egy hét. Egy hét az az időszak, amire szüksége van a szervezetnek, ahhoz, hogy ebből az apró részecskékből, amit mondtam, a kórokozó részecskékből, ezeket fölismerje, és olyan sejtek termelését indítsa meg, amelyikek majd még emlékeznek majd rá, memorizálják. Ez körülbelül egy hét. Úgyhogy igazából, ha már kijöttek a tünetek az a betegség ellen, ha már a tünet megvan, akkor nem csinálunk rosszat, ha beadjuk, de már nem tudja megvédeni akkor az oltást. Hamarabb kell beadni, meg rendszeresen kell beadni. Ez az átoltottságot, amit mondtam, meg a minden személynek, minden gyereknek a szervezetében újra kell emlékeztetni az immunrendszert, hogy nézd ezt. Ez az első évünkben van így, két éve, elmeséltem, hogy mennyi. Később már kialakul az erős immunitás, és akkor már ezek az emlékeztetők is jobban itt vannak. Mindenképpen ezeket az oltásokat rendszeresen kell adni, időben felvenni. Ne felejtsék el a szülők, hogy nem csak a saját gyerekét védik meg a betegségektől, de megvédik a másik gyerekét is, amelyik nincs még bevakcinálva, vagy a saját csecsemőjét, egy második gyerekét megvédi azzal, hogy az idősebb gyerekét bevakcinálta. Hogyha ő saját maga, az anya be van vakcinálva, már azok az antitestek átjutnak a baba szervezetébe, és a tejen keresztül is még átjutnak a babának. És hát említettünk himlőket, és ugye léteznek ellene védőoltások. Most van a bárányhimlő, ami ugye gyerekek körében ez nagyon gyakorian, és hát nagyon sok gyereknél ugye kijön gyerekkormad. Magyarországon bevezették, hogy kötelező védőoltás. Szerbiában mi a helyzet ezzel? Van ellene védőoltás, vagy egyáltalán be kell adnunk bárányhimlő ellen a gyerekeknek a védőoltást? Van ellene védőoltás, igen, Varilrix. Az a neve neki, nálunk nem kötelező, ajánlott védőoltásnak hívják, amit meg kell venni annak a szülőnek, aki jónak látja, hogy beadja. Ez leginkább úgy szokott lenni, hogy megbeszélik a szülő és a gyerekorvos, hogy kell-e, nem kell-e, szeretném, nem szeretném. Ezek nem is olyan olcsók, olyan 30 euró darabja ezeknek az oltásoknak, de hát kettőt szoktunk beadni most kettő, egy időben egy volt, de most úgy gondolják a szakemberek, hogy kettőt kell beadni. Hogyha a szülő megveszi, megrendeli a gyógyszertárba, a gyógyszertár odafigyel, az sem mindegy ám, hogy hozzák, hogy a transportnál se változzon meg semmi, hogy szabályosan legyen a transport is elrendezve, akkor mi beadjuk azokat a vakcinákat. Hát most igazából
eléggé könnyű lefolyású himlő, a bárányhimlő is. Van, amelyik gyereken kevés jön ki a hólyagokból, van, amelyik tényleg tetőtől talpig hólyagos, egy kicsit hát nyűgösebb, meg nehezen, na, szülőnek is ez olyan, hogy viszket a gyerek éjszaka is, nappal is, ideges, de körülbelül egy hét, 10 nap, maximum 2 hét is ez lecsillapodik. Nem is talán annyira ez az a gond, ami miatt jó az oltást, inkább az a gond, hogy a szövődmények, amik ritkábban, de előfordulnak, azok a szövődmények viszont komoly dolgok, az egyik ilyen az agyvelőgyulladás, ami elég komoly szövődménye, a másik lehet egy tüdőgyulladás, ugyanúgy hetekig kórházi kezelést igényel, és megtámadhatja a hasnyálmirigyet. Egy hasnyálmirigy gyulladás is eléggé csúnya dolog. És hát a műsor végére még csak nagyon röviden influenza szezon van. A felnőttek influenza elleni védőoltást is felvehetnek, ugye ezek is ajánlott oltások. Milyen helyzet a gyermekek esetében? Nekik is van ilyen ajánlott oltás? Ajánlott-e influenza ellen oltani őket, vagy mit mond az orvos? Igen. Vannak olyan oltások, influenza elleni védőoltások, amik gyerekeknek vannak elkészítve. Ezeket 6 hónapos kortól lehet, a gyerek 6 hónapos korától lehet beadni. Hát igazából bármelyik gyerek fölveheti, akinek nincs kontraindikációja, ugye, hogy fölveheti az oltást, bármelyik gyerek fölveheti, de nem mondhatnám, hogy annyira elterjedt nálunk az, hogy a gyerekeket beoltsák influenza ellen. Azokat a gyerekeket szoktuk inkább ajánlani, hogy be kellene oltani influenza ellen, akiknek krónikus betegségei vannak. Itt vannak a veseelégtelenségek, itt vannak a krónikus szívmegbetegedések, itt vannak a tüdőbeteg gyerekek, az aszmás gyerekek, akik állandóan különben is köhögnek, fulladnak, ugye, ahol már maga a betegség, egy gripa, egy influenza már még szóval súlyosabbá teszi az alapbetegségét. Na azért, mert cukorbeteg gyerekeknek ajánljuk. Megvan azoknak, aki krónikus. A betegésnek, aki olyan, hogy tényleg lépten nyomon itt vannak valami köhögés miatt, szoktuk ajánlani. Doktornő, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hogy a vendégem volt, és hogy így elmagyaráztuk a védőoltások lényegét és fontosságát. Úgyhogy remélem, hogy következő alkalommal is találkozunk még egy másik témában. Nagyon szívesen vettem részt, köszönöm a meghívásnak. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, maradjanak továbbra is a Pannon Televízióval. Viszontlátásra!